És köszöntjük újra kedves nézőinket a Netpincér Júlig B csoportjának 5. fordulójának második párharcából. Újra innen jelentkezünk, én Iván Attila vagyok. Én meg Kövér Zsolt, üdvözlök titeket, itt vagyunk, mindjárt el is fogjuk kezdeni a Champ Selectet. Ugye, két másodpercen belül azt úgy hittek. Van, ugye az előző Best of 2-ben azt láthattuk, hogy a Debrecen Egyetem 2-0-ra megverte a Corvinust, és ezáltal 3 ponttal felvéve a második helyet, ugye azért van még egyelőre küzdelem. Ezen a meccsen pedig ELTE testnevelési egyetem párharca fogjuk folytatni. Ugye nagyjából láthatjuk a táblázat alapján, amit is láthattok a képernyőn, hogy az ELTE maga biztosan vezeti ezt a csoportot, és az előző meccsék alapján kérdés nélkül dominálják az összes párharcot. Ugye előző héten láthattátok azt, hogyha jól értesültem, hogy a Debrecen Egyetem meglopott tőlük egy meccset, egy pontot, és ugye az volt az egyetlen meccs, amit eddig kikaptak az egész csoportban, viszont ennek ellenére még így is dominánsan vezetnek, és ezzel a győzelemmel, ha jól tudom, szerintem így még matematikailag nincsenek lelokkolva az első helyre, mert ugye a Debrecen Egyetem még 2 pótlófordulót is játszani fog, viszont ha most 2-0-ra tudnának nyerni, akkor a továbbjutást mindenképpen bebiztosítanák, viszont az első helyet talán még nem, mert akkor ugye lehetősége lenne a Debrecen Egyetemnek, hogyha megnyerné mindkét pótlófordulát 2-0-ra. Csak pont... akkor fogjuk meglátni az a baj, mert most mindenki annyi kavaradás van jelenleg, hogy ki kell, hogy játszom, mennyi meccset. Igen, hát ugye a Debrecen Egyetem fog még 2-t játszani, tehát legjobb esetben még pont egyenlőséggel lehetnek mind a 2 7 ponton, és csak előre menően azért mondom ezt, mert ilyenkor, közben átlátunk a podrasszal, amit megkezdődött, pont egyenlőség esetén az egymás elleni mérleg elsősorban döntő, ami ugye egy-egy esetén, ami most van, a meccsek hosszúsága dönteni majd, de ez még egyenlőre messze van, most még egyenlőre jelenleg az ELTE-nek meg is kell nyerni ezt a meccset, hogy el is, küzdjön. El is kezdődött a Champ Selectünk, amiben az ELTE rögtön egy targetban kezd a Vayne-t, ha jól emlékszem, szerintem minden meccsen Vayne-ezett. Minden meccsen jól játszott és Vayne-ezett. Olyan tényleg egy Morgana az alapból tudjuk, amit megbeszéltünk az előző meccsen, és Black Shield OP, rútja halálos, komoly sok egyszerűzés. És érkezik rá a testre esetben egy Silas, amit most valában szétsz lehet flexelni, 8 millió runát lehet rá használni, Aftershockot, Electrocute-ot, Conqueror-t, minden, Fleet Footwork, mindent egyszerűen lehet használni. Minden lane-re el lehet vinni, úgy van, sokféleképpen lehet buildelni, ugye runa választástól is függően. Tehát mindenképpen egy rendkívül sokféle pick, ugye MSI-ban is, ha jól tudom, 100%-os pickban rétje volt az összes meccs során. Viszont én nem értem. Ezt pont ezt beszéltem, ma dúlszom egy harommal, és beszéltük azt, hogy ő mid main, és mondta nekem, hogy hát ő nem ért ezt a Silas, hogy miért hozzák, egyszerűen nincs damage a karakternek. Honnan van damage egyáltalán? De tényleg? Hát a passzívjából. Ugye hogyha jól reset-eget a passzívot, illetve van egy olyan kombó a Silas-szal, hogy animáció cancel-olni lehet a Q-ját, nem tudom melyik ez a képessége az, amivel magára ráhúzod valakire magad. A lánccal ráhúzod? Igen. A lényeg az, hogy el tudod egyszerre sütni a kettőt úgy, hogy ugye a Q az egyrészt beüt először, amikor lecsapsz, és másrészt a kicsit utána prokoljuk a damage, és animáció cancelolni lehet a Q-t úgy, hogy ráhúzás közben aktiválod, és ugye, ha betrál a lefogás, akkor ugye a CC miatt garantálod a robbanás damage-et is, illetve ugye a passzív részletek miatt ugye tudod folyamatosan ezeket a passzív empowered autotokat ráütni, illetve ugye általában azért szeretik nagyon hozni, mert ugye nagyon olyan pikkek vannak manapság a metába, akiknek jó meglopni az ultiát. Ugye még legelőször, amikor bejött Silas a metába, akkor még ugye counterpickként hoztak ellene Jace-t, Alice-t, akik ugye olyan championeket, akik ellen nem jó ellopni az útját, mert nem érnek úgymond semmit. Viszont nem lehet, tehát lábon lövöd magad, hogyha az egész csapatodat az ellen draftoltatod, hogy ugye csak egy embernek az ultimate-jét gyengébbé tett. Annak ellenére ugye bannolják, láthatunk még ugye főleg mondhatni, ugye Lux is van, ilyen szinte flex pick. Ha megnézem, Nautilus, ezt muszáj bannolni, Gossus talán erős. Igen, ugye bevallom őszintén, én a B csoport meccsét most kasztalom először, tehát annyira nem ismerem az egyes játékosoknak a champion preferenciáit, viszont ugye pikkeket nézve, ugye az ELTE Aatrox pikkel kezdett, ami egy nagyon jó flex pick, mind a két solo lane-re lehet küldeni csoport meccsában, majd megláthatják, hogy mit hoz rá a TE. Erre egy Hecarim és egy Kai'Sa pikkel válaszolt a testnevelési egyetem. Ugye Hecarim mind topra, mind jungle-be is el lehet vinni, alapvetően inkább top lane-re szokták használni azzal az Ignite TP-vel, mert ugye Conqueror-ról annyira erős, és főleg ugye Aatrox ellen egy nagyon jó pick, mert Hecarim gyakorlatilag az ilyen melee matchupokat megeszi reggelire, hogyha... Nem is kell mi is autotak range-be mennie, csak oda megy. Igen, közös, csak... ha meg belemegy autotak range-be, akkor folyamatosan felszekkeli a kúját és a hosszú trédeket is megnyeri. Tehát alapvetően azt hittem volna,
hogy elküldik top lane-re esetleg ezt az Aktorz counterelbe, viszont ezek szerint annak ellenére, hogy piros oldalon van a testnevelési egyetem, és ők kapták meg az utolsó counterpicket, azt mondják, hogy nem, megmutatják a kártyáikat előre, és belokkolják Renekton-t, amit alapvetően nem értem, hogy miért kellett ezt most feltétlenül lokkolni, és ennyi információt adni az ellenfélnek. Az biztos, hogy bepikkeltek egy rendkívül erős szóló lényre topla. Akinek szintén jól clear-el, lehet, hogy gondoltak, hogy Kane is kúra jó clear-el, és ezek szerint akarják azt, hogy a Hecarimot is igen, ugye kék oldalon láthatók, hogy Kane-t és Xayah-t hoztak el. Ugye Kane egy, ugye ahogy említetted, alapvetően egy farmolós jungler, aki nagyon jól tud farmolni, viszont ez nagyon sokan beestek abba a hibába, hogy csak farmolnak, és ugye Kane, amíg nem alakul át bármelyik formájába, úgy általában Red Kane-be szoktak, addig csak egy fél champion, egy fél karú óriás. És ezért annak ellenére, nagyon jól farmol a champion, igenis genkenet kell early game-be, amikor gyenge vagy, úgyhogy úgyhogy erre talán jó válasz a Hecarim alapvetően, mert ő is meccseni tudja a clearjét, ugye a jó sok AOE miatt és a DPS miatt. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ugye Xayah-val fejezte be az első Big Bang fázisát az ELTE, és erre nagyon okosan a második körben ki is vették Rakant mellőle, hogy a TE. Nem értem, hogy miért, például azt a champion-t miért nem pikkelték be együtt az első körben. Így nyilván a Xayah önmagjában is egy jó AD kerül, ugye mindig szeretem ezt elmondani, hogy a Xayah... Pikkelni a Xayah-Rakant, az a legjobb, hogy egybe tudtad pikkelni, az igaz. Igen, és itt el tudták volna, viszont én mindig szeretem elmondani, hogy Xayah-Rakantból, hogyha egy champion el akarsz hozni, akkor mindenképpen Xayah, mert ő az, aki önmagában is, a párja nélkül is erős. Pont fordítva gondolom ezt így amúgy. Igen? Pont, hát a változtatások óta már nem. Amióta ugye Rakant már agyba főve nerfelték, már nem annyira megbízható, nem annyira villámgyors az engage-e, már nem hoznám el annyira, főleg, hogy ugye folyamatosan még nerfelték a rezisztenciáját is, és ugye nincs meg az az extra range a dash-én, akkor olyan szituációkban tudja találni magát, hogy nagyon könnyen le tudják burst-olni. Viszont nyilván így is még bőven volt jó support választási lehetőség az LT-nek, elhozzák Alistar Xayah mellé, aki egy általános választás, egy CC-vel rendelkezik, van engage, disengage, minden ami kell egy helyen, illetve... Igen, illetve ugye Cho'Gath-tal fejezik be a draftot, ami ugye ha esetleg beflexelhetik midre egy ilyen AP-sabb, AP-HP, AP-tankosabb, esetleg protobeltes buildre, de nem valószínű, tehát valószínűleg esetleg elküldik top lane-re abba a Renekton matchupba, hogy a Cho'Gath passzívot kihasználva ugye túl tudja élni azt a lane-t, és úgy néz ki, hogy be fogják flexelni midre azt az Aatroxot. Bot lane-en Thresh elfejezik be azt a bot lane kombót, ugye a Kai'Sa Thresh egy viszonylag biztonságos scalinges bot lane-nek mondható, van ping potenciáljuk, de alapvetően szerintem nem lehet számítani túl sok akcióra. És Corki middel fejezi be a draftját a TE, ami egy elég jó pick Aatrox ellen, mert ugye nyilván ranged mélye... Ranged, úgy van, ugye biztonságban tudja tartani a mid lane-t a range előnye miatt, és ahogy mondod, nagyon jól scale-elődik ugye Corki, Trinity Force-ol akár még mid game-be is jól spike-ol, tehát... Igen, nyilván late game-ben is nagyon jó, főleg ugye tankok ellen, mert hogyha megnézzük, azért lesz egy elég húsos frontline-ja az LT-nek. Ugye én arra számítok, hogy ez a Kane, ez valószínűleg red formba fog alakulni, mert általában azt tartják hasznosabbnak, az könnyebb megjátszani, viszont így, hogy úgymond most két AD carry-vel fog játszani a TE, azt se tartom feltétlenül elképzelhetetlenül, hogy blue formba menjen, mert így ugye két prioritás célpontja is lesz, akit assassinálhat. Meglátjuk majd, hogy melyik léneket fogja prioritizálni. Nyilván, hogyha red game-be akar alakulni, akkor elsősorban a top lane-t fogja fókuszolni, mert ugye a top lane által tud red cane stackeket szedni, mert ugye mid lane-en is csak blue cane stackeket tud szedni, illetve a bot lane-en is. Ebben nem vagyok biztos, Thresh-től milyen cane stackeket kapsz? Ranged? Tehát hogy Thresh milyen championnek számít? Nem piros, piros cane stackeket kapsz. Piros? Mert ugye azt tudom, hogy melee-nek számít, ugye... Most nem, mert ugye Thresh egy ilyen nagyon érdekes champion. Mert ugye gyakorlatilag majdnem range szintű autónak range-e van, de ugye a Relic Shield passzívot nem kapja meg, de nem tud executeni minionokat, szóval ilyen kettő köztes hely. Az biztos, hogy ha Kane red formba akar menni, akkor valószínűleg inkább topside-ot fog prioritizálni, ha meg blue Kane mellett fog dönteni, akkor valószínűleg mid és bot lane fog prioritizálni. Mindig, ahogy a red Kane mindig a legbiztosabb. Bármilyen. Az a legbiztosabb választás. Persze nem a legerősebb, nem olyan, mint egy blue Kane, aki mondjuk egy hit el a Corkit meg a Kai'Sát egyszerre. De hosszú fightokban a healing miatt nagyon-nagyon jó a red Kane, nyilván az attól függ,
hogy hogy szeretnék megnézni a teamfightokat. Az biztos, hogyha Red Kane mellett döntenek, akkor tetszik kifejezetten ez a két AD carry sorás T-től, mert ugye így nagyon sok healing és sok HP-ja lesz az ellenfélnek, ugye Red Kane, Aatrox healing, Alistar és Cho'Gath, és ezzel ellen a dupla AD carry-nek a DPS-e az igenis kelleni fog, hogy ezeket a championeket megöljék, úgyhogy, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy, hogy hogyan fog majd ez alakulni. A matchupokat megnézve topon esetleg én azt mondanám, hogy ugyanazt a... Ja nem, bocsánat, most egy Cho'Gath lesz, aminek viszont nagyon... Hiába tanki, hiába a milliket azt beszéltük, hogy Renekton-nak nyernie kell. Itt a sustain miatt én azt mondom, ez ezt ki tudja hozni Ivara. Nagyon könnyen ki tudja hozni Ivara. Ugye attól függ a Cho'Gath, hogy az E-jével tudja pókolni a Renekton-t a minionokon keresztül. Ugye ez már talán az előző meccsel, ahogy emlékeztettek, láttunk Aatrox-Renekton matchupot. Ez már talán az a matchup, ahol Renekton esetében inkább Conquerort látnék, mert ezek a trade-ek, illetve úgy általánosságban is a 2v2-k, meg a teamfightok tekintetében is kevésbé burstesek lesznek, és inkább hosszabb teamfightokra számíthatunk, meg hosszabb skirmisekre is esetleg, ahol mondjuk a folyamatos Conqueror healing és extra 2 damage talán jobban ki tud használódni. Amit mindenképpen fontosnak tartok szóhoz juttatni, hogy egyrészt ugye beszéltünk már eleget a Kane-ről, hogy igen, egy nagyon jó farmolós jungler, de alapvetően nem akarsz belesni abba a hibába, hogy csak farmolsz, mert amíg nem alakulsz át champion, hát végülis igen, mert amíg nem alakulsz át, addig nem vagy egy champion, addig csak egy fél champion vagy, tehát alapvetően egy farm junglerről van szó, akivel igenis akarod erőltetni ezeket az early gankeket, hogy át tud alakulni korán, és ezzel szemben állítva a Hecarim az Hecarim valamilyen szinten hasonló, mert ő is nagyon-nagyon jó clear-el, ugye Q-ját folyamatosan stackelve, főleg raptorokat ugye, meg golemeket, amik ugye most, ahogy beszéltük előző meccsen, prioritást élveznek az extra gold meg XP miatt, nagyon jó őket farmolni, ebben jó, és Hecarimmal alapvetően inkább egy level 6-ig farmolós genderről lehet szó. Ugye Hecarimmal nyilván tudsz early game-be is gankelni, akkor, hogyha Predator runát hozol, és az első backed után megveszed a cipődet. De nem valószínű, hát igen, mert ugye egyszerűen annyira jó a Conqueror, hogyha nem akarod feltétlenül rámenni erre az early game gankre, és főleg, hogyha megnézzük, annyira nem jók a gank setupjai, mert midlane-en Corki nyilván sehogy se tud előkészíteni egy ganket. Top lane-en nyilván a Renekton azért egy stunnal elő tud készíteni egy ganket, de ugye Cho'Gath talán elég tankos ahhoz, hogy túl tudja élni a ganket. Bot lane-en nyilván esetleg egy trash hook-kal el tudják kapni az ellenfél bot lane-jét, de elnézést, de igen, tehát alapvetően inkább arra számítok a Hecarimtól, hogy farmolni fog level 6-ig. Zsolti, mit gondolsz róla? Segíts ki! Bocsánat, csak itt félre nyertem. Na rúgy, de tudom, viszont hogyha visszatérünk erre a matchupokra, majd nézzük Aatroxot, illetve Corkit, sokkal könnyebben be tudja gankelni azt az Aatroxot esetleg a Hecarim CC-vel. Bárhogy is lesz, viszont boton, én azt mondom, hogy a Kai'Sa Thresh-nek sokkal jobb priója van, mint egy Alistar. Alistar az nem fog sokat azt mondani, le van counterölve alapból. Uh-huh. Alapból le van counterölve a Thresh által, hogy az E-jével, a Flay-jével vissza fogja dobni. Igen, meg ugye beszéltünk arról, hogy Thresh most akkor melee champion, vagy range champion, vagy akkor mi is ő valójában, hogy milyen színű a ruha, tudod, fehér és arany, vagy kék és barna. De sose tudtam, minden nap máshogy láttam. De azt mindenképpen el lehet mondani Thresh-ről, hogy Alistarhoz képest range-debb champion. Tehát már csak emiatt is a botlane prioritások neki kell, hogy legyen, mert ugye ő tudja autóatokokkal pulkolni az Alistart, míg Alistar csak all-in-ezni tudja. Tehát emiatt, ahogy mondod, alapvetően inkább a testtevelési egyetemtől számítok prioritásra ott a botlane-en. Igen. Közben ugye mindjárt megkezdődik, lejár a 3 perces delay, a kötelező 3 perces delay, igen, hogy tudjuk spektrálni a meccset. És nem sokára töltőképernyőn fogjuk találni magunkat, és nem sokára pedig a meccsben is. Ugye amit elmondhatok, hogy ugye nagyjából mindenhol standard
Summoner Spell választásot láthatunk. Ami talán említésre méltó lehet Midlane-en, az az, hogy a Corki, Corkinál esetleg van egy kis választási lehetőséged, mert ott választhatsz mondjuk defenzív rúnát is, ami ebben az esetben igaz is, mert amint ti is majd nem sokára láthatjátok, egy barriert hozott Corki, viszont ugye... Most írták, hogy újra ezt sem vagy csak szolgatok, és ez a probléma miatt. Igen, de ugye azt nem nézem a runákat, ott az... egy jó runa, mindenkinek jó runája van. Ezt nem feltétlenül, mert ugye már a meccsben már történik a betöltést, nem tudom, hogy pontosan miről van szó. Én ugye megnézzük a csoportot, ha esetleg írtak-e oda valamit. A lényeg az, hogy esetleg abból kiindulva, amit... Hecarim Ignite-ot akar. Aha. Ah. Jó, most menő ez a Hecarim Ignite amúgy. Hylóba. Ja, de Jungle-ben is? Jungle-ban. Ignite-tal? De nem Ghost-tal szokták inkább? Ghost Smite-tal. Az érdekes. Nyilván ugye Hecarimnak, mivel van gyorsítása, illetve ugye level 6-tól kezdve, hogyha rossz helyzetbe találja magát, az ultiával menekülni is tud, tehát disengage-e, tehát flashként menekülésre is tudja használni, közben ugye a háttérre próbálunk informálódni, hogy akkor esetleg újra lesz csinálva a mérkőzés. Viszont akkor ezek szerint minden pick ugyanez lesz, csak esetleg a Hecarimnak a runáit szeretnék egy kicsit megváltoztatni. Amiért... De most ez volt rá több mint 5 perc. Több mint 5 perc volt arra, hogy váltsam. Elhiszem, hogy TP-vel tényleg menni, vagy tényleg Ignite az, hogy tehetsz most, ez az új meta. De el azért illet volna odafigyelni, de mindjárt megoldjuk ezt a kis problémát, hogy mit fogunk tenni. Igen, és ugye... nem tudják újraindítani, ahogy halljuk. Na, mert ugye a custom game-ből mindenkinek ki kell lépnie, hogy vége legyen a mérkőzésnek és újra tudják csinálni. Elnézést a technikai problémákért, közben ugye nem mutatjuk a képnyit, amit mi is látok, mert igazából csak annyit látok, hogy idéző szurdakán áll a pauz, úgyhogy inkább előttetek hagyjuk a felállásokat, mert az ezek szerint biztos. Ami esetleg említésre méltó lehet közben, miközben háttérről próbálunk ügyködni, hogy Kane Conqueror-t hozott, ami szerintem egyértelműen megmondja, hogy ez egy Red Kane lesz. Mert ugye Blue Kane-ként alapvetően Dark Harvest esetleg, vagy bármi esetleg. Dark Harvest, Electrocute, gyakorlatilag bármi, ami Burst Damage. De ugye így, hogy Conqueror-t hozott a Kane, így valószínűsíthető, hogy inkább a Red Kane-re megy rá, ami ugye hosszabb teamfight-okat jelent, több healinget, több DPS-t, ugye több True Damage-et, és ezek szerint ebből következtetve arra számítok, hogy az fog bejönni, amit én mondtam elsődlegesen, hogy valószínűleg top fókusz láthatunk majd az LT-nek a junglerétől, mert ugye top lane-en szerezheti majd meg azokat a nagyon fontos Red Kane stack-eket, mivel ugye az az egyetlen lane, ugye Thresh-ről már lemondtuk a kis monológunkat, hogy akkor most mi is ő valójában, de ugye az ellenfél Renekton-jától szerezheti meg, illetve ugye a 2v2 skirmisekben Hecarimtól szerezheti meg azokat a stack-eket, ami ugye elősegíti ahhoz, hogy Red Kane-é alakuljon át. Pár perc és akkor szerintem folytatjuk onnan a... Úgy van, ugye a prodraftot már nem kell újra csinálni, mert a pikkek és a bannok ugye nem változnak, csak ezek szerint csak ugye runa választásokban lesznek változtatások. Igen, elnézést. Úgy van. Úgyhogy nem sokára folytatni fogjuk, mindenkit elnézést a várakoztatásért. Igen, tehát alapvetően a Kane-től erre számítok, majd mindenképpen top fókusz keressék majd ezeket a top gankeket, illetve a top skirmiseket 2v2-ben, hogy minél hamarabb Red Kane-é alakuljon át. Míg ugye ugye testnevelés egyetem oldalától, a Hecarimnak azért több választási lehetősége is van. Ugye nem volt időm megnézni, hogy mit hozott, hogy Predator-t vagy Conqueror-t, azt hiszem Conqueror-t hozott, tehát alapvetően nem számíthatunk erre a korai recall, cipővásárlás, level 3-4-es Hecarimos Predator gankekre. Ugye alapvetően valószínűleg arra számíthatunk a Hecarimtól, hogy level 6-ig csak farmolni fog, viszont utána az a passzi az igenis be fog indulni, és több lane-t is meg tud gankelni. Kíváncsi leszek, hogy milyen léneket fog prioritizálni, mert alapvetően ugye mid lane-be igaz, hogy nincs túl sok gank előkészítés, ugye Corki által, mert nincs CC-je, viszont ugye elmehet midre akár fedezni is a Corkit, hogy mindenképpen nyerő meccsap legyen, és mondjuk körbenézni, hogy nem eljön véletlenül a Kane gank. Vagy
elég nagy előny esetén akár dive-olni is az Aatroxot, mert ugye eleve már az Aatrox változtatás után, ugye 9.10-nél már igenis genkelhető az Aatrox, mert ugye eddig nem igazán lehetett, mert megkapta a garantált újraéledést. Ezt minden héten el fogjuk mondani, ezt, azt mondom, a nézők szerint vissza tudják, akik nem néznek Pestnószot, vagy nem találkoznak Aatroxot gyakran. Igen, hát ugye nagyon jelentős mértékben átalakította Aatrox játék stílusát emiatt, és ugye ennek az egyik kiadása az, hogy most már igenis dive-olható, akár miden is, úgyhogy akár ez is előfordulhat. Sokat a spelljeiből, igen, hát ilyen DPS-esebb, igen. És ugye erre leszek inkább kíváncsi, hogy a Hecarim az mondjuk inkább azt fogja mondani, hogy jó, látom, hogy Conquerorja van a Kane-nek, arra számítok, hogy top lane-t fogja prioritizálni, hogy Red Kane legyen, ezért én is top lane-t fog prioritizálni, azért, hogy meccseljem, és 2v2-zünk, vagy azt mondja, hogy Renekton, játsz biztonságosan, nem akarom odaadni a két emberes millisztekeket a Kane-nek, és inkább midlane-t és botlane-t fogja prioritizálni, ugye botlane-en még akár kaphat is egy kis gank asszisztenciát, mert ugye egyrészt trash még be is tudja húzni lámpással, illetve ugye hook-kal, flay-jel, meg ultival level 6-tól kezdve még ugye CC-vel is elő tudja segíteni ezeket a gankeket. Erre leszek inkább kíváncsi, hogy milyen stratégiát fog választani a testemés értem junglere, hogy inkább meccselni akarja az LT-t, vagy pedig pont az ellenkező térkép másik felére fókuszálni. Most, hogy nem slash-t vagy ghost-ot hozzá hackerni, még könnyen büntethető. Egyszer elmegy az elbetűje, onnantól halott. Hát igen, ugye ahogy említettem korábban, ugye Hecarimmal, ugye top lane-en is például ugye Ignite TP-vel szokták játszani, és most ugye láthatjuk majd a TE junglerétől, hogy Ignite Smite-tal fogja játszani. Ugye ahogy említettem, level 6-tól kezdve, hogyha nem azzal kezdesz, a Hecarim ultit lehet disengage-re is használni. Mert egyrészt ugye teret nyersz vele, ugye Big Flash-nél nagyobb range-be is menekülsz el, másrészt ugye közben fear-leled is az ellenfelet, és ezáltal ugye nem tudnak DPS-elni közben, tehát lehet azt menekülésre is használni, viszont ahogy említed, igen, pontosan, level 6 előtt, hogyha esetleg megtalálják a jungle-be, ugye ezért is számítok csak AFK farmolást a Hecarimtól, főleg emiatt, hogy még úgymond defensive summoner-ése lesz a Flash formájában, emiatt mindenképpen óvatosan kell játszani a Hecarimnek az early szinteken. Annak ellenére, hogy Kane nem egy feltétlenül erős jungler egy-végyet tekintve, főleg azelőtt, hogy átalakulna, sőt, addig nem is akarsz senkivel fightolni. Azért Red Smite-os fel van stackelve a Conqueror, de az, ami azt megfightolnám a Cypher-t. Valamilyen... Igen, de ugye akkor meg ott van, hogy Hecarimnak Ignite-ja van, nem tudod leburstolni, Hecarim hosszú fight, meg ezt reggelire felstackelj egy újját. Tehát alapvetően nem számítok agresszív player a Hecarimtól, de emiatt nem is nagyon büntethető, mert ugye úgy lehetne esetleg még büntetni a Hecarimot, hogy ha nem egyvegyezet kéne, hanem mondjuk behívod a prioritás lényeidet és együtt leinvédelitek, csak az a probléma, hogy miden nem lesz valószínűleg prioritása, mert ugye Corkinak kéne, hogy ott legyen. Top lane-en ugye említettük, hogy nagyjából kiegyenlített, ugye Cho'Gath, ha jól trédeget, tudja vezetni azt a matchupot, ugye Black Cleaver-től kezdve azért Renekton ott erős lesz, hogyha befejezi azt az itemet, de nagyjából azért ott is kiegyenlített lesz, míg ugye botlane-en is, ahogy említettük, ugye úgymond a range előny miatt, ugye trashnek köszönhetően, ott is inkább TE prioritások számíthatunk, tehát még csak ezzel se tudja büntetni ezt a Hecarimet a Kane, hogy mondjuk prioritás léneket behív, és akkor ugye együtt leinvédelik az ellenfelet. Szóval a topot akarják főként megbüntetni, esetleg fixen megkapják ezt a Renekton CC-t, és akkor utána a Hecarim berobban. 800 movement speed, de leignite-olja, kap egy burst-t, és szerintem topról akarok esetleg valami snowball-t hozni. És most így belegondolva, talán értem, hogy miért volt ennyire fontos a TS számára, hogy újra csinálják ezt a meccset az ignite miatt, mert hogyha ránézel az ellenfél csapatára, rendkívül sok healingjük van. Ugye a Cho'Gathnak passzívok kap healinget, mondtuk, hogy valószínűleg Red Kane lesz ebből, Aatrox, ezek mind championok, akinek rendkívül sok healingük van, és ugye az Ignite az még egy eszköz arra, hogy ugye a healinget azt elfelezd ugye a debuff-val. Szóval alapvetően ez is egy, emiatt is meg tudom érteni. Jó, ezt a runa választást. Ez egy tipikus Shaco playerek szokták így játszani, de így, na Shaco oké. Okay. Shaco-nak kell a snowball. Hát Shaco-nak ugye az az előnye, hogy neki nem kell level 6, hogy legyen defenzív képessége, mert a Q-ja az már ugye level... azt hiszem level 2-n vagy level 3-an szokta kirakni, attól függ, hogy hol clear-el. Neki már sokkal előbb van ehhez hozzáférése, míg Hecarimnak az E-je nem annyira megbízható, és ugye level 6-ig ultia sincsen, de ahogy említettük, nagyon nem számíthatunk büntetésre se,
mert nem igazán számítunk prioritásnének az ELTE oldaláról. Hogyha esetleg a scalinget vesszük például, azt akkor... scalingbe, a TF-nek meg kell nyerni. Igen. Nincs AP-ja, mármint az ELTE-nek. A TF-nek hát a Cho'Gath-nak van egy kis Magic Damage-e, de nem túlzás. Illetve hogy a Blue, bocs, belevág, de ugye, illetve hogy a Blue-kének van egy kis Magic Damage-e ugye passzívból, de ez Redkane lesz, tehát még arról sem lehet szó, igen. Illetve gondolom azt szereted volna mondani, hogy ha scalingről van szó, két ADC vs 1 ADC. És meg ugye... Meg sok orkit nem is nevezném mondjuk AD-nak, hanem az átkonverteli azt mondom 60-70%-et AP-ra. Igen, ugye ez a legjobb dolog korkiba, hogy annak ellenére, hogy talán úgy tűnhet, hogy a TN-nek kicsit physical damage heavy-bb csapata van. Egyrészt Kai'Sa-nak ott van a passzívja, ami ugye magic damage, sőt, Kai'Sa-ról ugye rá lehet menni kicsit hibridebb build-re is, ahol ugye vegyíted az AP-t az AD-val, venni vele zonyát, vagy máshoz, akármit, amire szükséged van. Főleg azután, hogy ugye Rage Blade-et nerfelték, és emiatt még inkább talán az AP-s irányba tolhatja Kai'Sa-t. Nem azt mondom, hogy erről lesz szó, de akár még ettől is nézelődhet. És nyilván anélkül is van magic damage-e. A másik pedig az, hogy nagyon jól mondtad, ugye Corki, ugye nagyon sokszor ugye azért is vesz Magic Penetration cipőt, mert ugye ahogy mondtad, a passzívja az ugye átkonvertálja a damage-nek a 60 vagy 70%-át, ugye Magic Damage-é. Igen, és ugye ezért is nehéz lenne itemizolni, mert ugye Corkival buildelsz full AD-t, Trinity Force-szal, veszel vele Magic Penetration-ös cipőt és full build-en egy Void Staff-ot, és gyakorlatilag nem lehet ellene semmit venni, mert még tankokra is jó damage-e lesz, mert nem lehet ellene könnyen itemizolni. Ez így van, és arra leszek már nagyon kíváncsi, hogy hogyan fogja buildeni azt a száját. Mert most jelenleg a mostani metában az Rage Blade és ADC-k a legerősebbek magasan, ezt mindenki tudja. Hát 5.10-ig. Most ugye 5.10-től kezdve van Rage Blade változás óta szó. Early-be a range-ed ADC-k a nyerők. A range-ed ADC-k? Ja, nyertem a high range-ed ADC-k. Hát igen, ezek a Mordekaiser botlerek nem az igazi, nem a több mindegyében. Tudom, midgame-be egyértelműen, hogy ezt a részbédéseket mondanám. És utána ennek a late-game-ben mindig az a krites ADC-k magasan. És már be is érkeztünk ide a Summoner's Rift-re, de... Addig ott a csapat megbeszélte a szükségletes problémáikat. És mindjárt kezdődik is valami a közös. Igen, remélhetőleg nem sokára folytatni tudjuk. Egy kicsit csúszás vagyunk, de ezért nem menjétek majd a következő meccs után sehol, mert szinte arra fogjuk kérni a többieket is, hogy rögtön kezdjünk azért. Úgy van. Ja, igen. Igen, tehát runa választások nagyjából hasonlóak, ugye igen, most akkor jól látom, jól emlékeztem a Hecarim. A Hecarimtól nem számíthatunk egy ilyen első clear, recall, cipő, predátoros genkre, hanem igenis ő is ugye Conqueror-t hozott, tehát valószínűleg az jön be még inkább, amit mondtunk, hogy level 6-ig power farmolni fog, amit ugye nagyon is jól csinál ez a champion. Esetleg ugye counter genkelheti a lényeit, ugye Corkinak, ugye főleg mid lane körül árnyékolhatja a lane-t, hogy Corki mindenképpen megkapja ezt a prioritását, ne adjon oda esetleg egy early killt vagy early summoner spell forszolást az ellenfélnek, hogy mindenképpen tényleg ő legyen a prioritás. Úgyhogy esetleg inkább maximum árnyékolást láthatunk ki a Hecarimtól. A invader-re kíváncsi nekem a próbálják-e. Hát level 1-eket tekintve, melyik csapat az erősebb? Hát bőven az eltések szerintem az élet. Szeretések? Még úgy is, hogy nincs Kane form. És... Alistar beflash Q-zik 5 embert. Igen, de ugye ott a... Atrox Q. Igen, de ott a... Cho'Gath feldobás, Silence esetleg. De ott a Kai'Sa passzív DPS-nek, ott a Corki DPS. Hát azt mondom, ki egy ilyen... Hát az, hogyha hack-át talál mondjuk el az a Alistar. Az nem fog ki, az csak ki kell sétálnia. Igen. Hát nyilván attól függ, hogy ki talál meg kit. Szerintem inkább elsősorban. És Rinek is kezdődik a mérkőzés. Igen, remélhetőleg most már kezdetét veszi, most már végleg. Az első mérkőzés ugye... Csillámpóni van az enemében. Ugye még egyszer elmondjuk, miért küzdenek a játékosok. Ugye Netpincér U-League tornában, vagy tornában, hát versenyben. Ugye az első helyezett 100 000 forint készpénzt fog kapni. A második helyzet 60 forint, hát nem lenne túl sok, nem lenne nagy küzdelem, hogyha annyi lenne. Szóval 60 ezer... Csak osztani is kérem. Így úgy van.
Szóval 60 ezer forint tipponutalványban fog részesülni, a harmadik helyzet pedig 40 ezer forint tipon kuponban, illetve a nézők is már győztesek, mivel ugye a közvetítések idei alatt csütörtökönként és péntekenként 6-tól 10-ig, hogyha NetPC-ren keresztül rendeltek, és a LOL, ha kicsit lejjebb görgettek a streamben leírást látva, a LOL 19 kuponkódot felhasználva, internetes videókászítás is esetén 700, egyszer felhasználható 700 forintos kedvezményben részesültek, ami még ugye aktív nagyjából másfél óráig, úgyhogy aki elintézett a család magának, az most elintézheti. Viszont a szponzorokról és a verseny keretéről ennyit, ugye részt kezdetét veszi a B csoport 5. fordulójának utolsó Best of 2-je, ugye Best of 2 a formátum, mint mindig, tehát még mindig két meccset fog lejátszani, ez az első, és kíváncsian szokás, várom, hogy... Szokásos tartalmazatunknak kezdhetjük el, igen. Mind a két csengben Reden kezd. Kicsit furcsálom, hogy Hecarimra putit vett, ami pénzpazarlás, egyszerűen. Igen, de... ugye a dupla V-ből annyit heal el, hogy... Nem is azt, hanem az, hogy a másik potion az fontosan nem kell, egyszer kell. Ja, az újra történik. Az újra történik, a potik nem. Hát lehet, hogy arra gondolt, hogy ugye bebiztosítja magát, hogyha esetleg leinvédelnék level 6 előtt a League Leech. Ugye amiatt, hogy Ignite-ja van, semmiképpen sem tudna elmenekülni, hogyha leinvédelnék, szóval lehet, hogy ez egy ilyen extra biztonsági lépés az ő részéről. Közben betáll a hupottéren, prokkoldik az aftershock elnézést, és egy jó kis Kai'Sa, ha jól tudom, jól láttam single target full után, egész szépen rádesítenek. Korai meta az Red, Csirke, Golem. Nagyon kell csak, hogy ezt csinálja tényleg a Hecarim. Ha jól látom, ezt csinálja, Ignite-ja van, és topot fogja fókuszálni Red. Ó, flash hook közben. Forszolja is a szájától a flash-ét is. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a hook az betalált volna. Épp hogy csak nagyon közel volt, nem tudnám biztosan azt mondani, hogy nem találta volna el, de Legacy azt mondta, hogy biztosan, hogy biztos én nem kockáztatok, és elnevő is. Sem is a gang, úgy van valójában. Közben a kamera botnére vált, ott is egy 2v2-t láthatunk, egy Alistar két emberes felütés után talán nyerik a trédet, viszont utána a trash nagyon szép flash-sel, flash-elnézés hook-kal, miután már lejárt az aftershock-ja az Alistarnak, már igazából ezt kicsi championről beszéltünk, és utána egy nagyon szép ugye Kai'Sa passzív blokkás után le is tudják ölni, és top lane-en nem lett semmi, flash-t ugye flash-elte meg a csupi, ha jól látom, csogáttal azt a genket, tehát mondhatni még egész jó kijött belőle, viszont eközben botlane nem meg aktivizálta magát 2-2 a botlane. Az Alistar egy kicsit túl emlék magát szerintem. Az biztos. Egy ekkora burst kap a Kai'Sa passzívot, plusz az Ignite befejezte. Hát ugye általában az ember P-re szokta értelmezni a tankosságot, hogyha aftershockkal játszik. Mert ugye mindig abból indul ki, hogy trédek ellen járnak, és akkor jó sokat tud tankolni. Csak ugye az volt a probléma, hogy annak ellenére, hogy jól kezdődött a tréd, Szabi 30-30 kicsit sokáig maradt benne abban a trédbe, és amikor már lejárt az aftershock, ó, közben Korkinak el kell használni agy. Ja, igen, pont ezt akartam mondani, ez egy autótok kellett valami. Igen. Neki az kiállít ezt az autót. Főleg, hogy ugye már passzívas autótják is volt Tardeusnak, tehát azzal valószínűleg már megnyitva volna a Korkit. És ugye főleg, hogyha elkezdi az autót, akkor utána már nem felsett a Korkit, mert az már végre megy. És úristen, közben... Megkorákat dugni, ez az autók, nincs van. Igen, és közben megtalálják egymást a junglerek. Itt viszont az a baj, hogy mivel... Ilyen stacket kapott belőle. Igen, és ugye nyilván nem fightolhat a Hecarim kénnyel annak ellenére, hogy egy B1-ben erősebb az Ignite miatt, mert ugye annak az Atrox-nak prioritása van idén az előbb látható trédek miatt, emiatt csak el kell szaradnia, és úgy, ahogy mondod, azokat a nagyon fontos ingyen stackeket adja a Kane. Hát ugye elárulta a Kane, hogy a Hecarimnak nincsen blue-ja, igen, és a pont rá is ment. Ez a Kane nagyon hamar fel fog a stack-kel ölni. Igen, viszont Ignite-ja van a Hecarimnak, tehát nem így. Érkezik Alistar, illetve érkezik a Hecarimnek is a segítsége. És még akkor is, hogy nem jön bele semmi. Korki talán visszahúzza a lánc? Nem húzza vissza a lánc. Flash-el nyert vele. Úgy van, ha jól, én is úgy láttam, hogy a lánc visszahúzta volna. És ez mindenképpen hatalmas anyja az eltelt számára, mert nem csak hogy kiszedték a flash-t Korkiból, hanem annak ellenére, hogy nem lett ebből a fightolásból semmi, Kane-nek ez jó, mert folyamatosan szerzi azt nekiket ezekből a fightokból, és még így is, hogy nem tudta belopni azt a blue-t a Hecarimtól, szerzi azokat a nagyon-nagyon fontos red stack-eket, amit ugye mondtuk, hogy mennyire nehéz hozzá. Nem sok stack-et kapott szerintem belőle amúgy. Na, szerintem is kifejezte sokat, mert ugye a bokorba is találkoztak, és utána most még az invasion is azért elég sokáig küzdöttek ott, úgyhogy előny az eltérve még annak ellenére, hogy a first bloodot a TS szerezte, én azt mondom, hogy az utóbbi percek alakulásával most az eltérve. És emlékszem, pont múlt héten OBS-ok kommentáltunk, és akkor beszéltük, hogy Kai'Sára miért tírt vesznek, nekem akkor tűnt fel legelőször. Na ezt még mindig nem értem. Azért vesznek rá Kai'Sára tírt, mert a fast-ekkel van valamúgy,
az rögtön át alakítja a kuját, level up-olját, az evolve-olni lehet. Jó, hogy az AD threshold-ot miatt? Megkapja rögtön, megkapja, illetve olcsóbb. Olcsóbb, mint hogyha megvásárolna esetleg a... nem tudom melyik itemmel szoktak neki kezdeni. Hát a Stormblazer. Stormblazer, 700-al olcsóbb a mana. Igen, csak ugye az a probléma a mana moon-nal, hogy amíg nem fejezed be, addig az egy üres item. Ezrél is a híres tíres Power Spike az nem csinál semmit, csak extra manát ad, hogy pókoljál. Ez ugye Kai'Sa még pókolni sem nagyon tud, illetve ugye ami miatt még talán régen jó lett volna ez a build, hogy ugye régen, amikor még kijött Kai'Sa, a kúja a single targetnek számított. És ugye ezért is volt az, hogy ó, közben elkapja a csokát felütést a trankot, és forszol is az ultiát, viszont talán a legrosszabb pillanatban dönti úgy, hogy all-in-ezik a csogát, és pont érkezik is a hackeringen, kisiknáljatra be is fejezik. Közben pont tényleg 2v2-be, nagyon szép Szabi combo, Alistar combo után el tudják kapni azt a thresh-t, és meg tudják fordítani ezt a 2v2-t. Topra érkezik kinek a genkje, valószínűleg el tudnak kinek menekülni, viszont itt ott csipegeti azokat a kis stack-eket, amik még közelebb tolják ahhoz a redkénhez, amitől valószínűleg azért a félatestemelési egyetem. Szóval ez egy elég érdekes párfesz volt. Igen, tehát még visszatérve a Kai'Sára, ugye amikor kijött Kai'Sa, akkor a Kuya single targetet szentett, és akkor nagyon erős lett volna a Muramana rá, mert ugye a Muramana-nak az a passzívja, amikor már felszekeled, hogy minden autóatakon és single target spellen megkapod az extra damage-et. És ugye amikor ki is jött Kai'Sa, akkor a leghasználtabb build rajta az ugye a Death Dance-es build volt, mert ugye folyamatos build healeket kapott, és pont emiatt változtatták meg a Kai'Sának azt, hogy a Kuya AOE legyen, hogy ugye ne lehessen abuzolni azt a single target healinget a Death Dance-ből, emiatt. Igen, és ugye ezért se értettem nagyon sokáig, hogy miért bírnak Munamanát, mert tudtam, hogy az egyetlen single target spellje Kai'Sának az a dupla ugye. És ugye ezért se értettem, most már ugye ez adhatná okot, hogy ugye sokkal olcsóbb Power Spike, de ugye igen, ennek az az ára, hogy nem BF Sword-dal jössz vissza mondjuk lane-re, vagy nem, most nem is tudom mi az új, hogy hívják az itemet? A Stormblazer. Szóval nem tudom, hogy már annyit változtattak meg a Stormblazert, hogy nem tudom miért bírja, hogy ugyanúgy BF szartos bírja. BF két dagger, azt hiszem. Igen, de az nem változtattak azóta. Nem tudom, a lényeg az, hogy tierhez képest biztos, hogy több. Persze. És ugye nagyon sokáig ezért nem értettem, hogy miért, most már ugye nagyobb értem, és ugye Corkinak forszolja a Valkyriét, ugye a duplavét, ami látszólag nem sok, de nagyon sokat számít, hogy Corkinak forszolja a duplavét. Egyrészt ugye sokkal biztonságosabban kell helyezkedni azután, mert ugye nincs menekülési útvonala. Másrészt ugye a Corkinak direkt úgy van dizájnolva a duplavéje, hogy rohadt sok manába kerüljön. Ha jól tudom, kb. 100 manába kerül level 1-je, vagy 90-be. És ugye ha folyamatosan forszolgatott Corkin arra, hogy defensívre használja, igen, nagy rajta a CD, illetve lemanázod. Látszik is, hogy Corkin már kb. Semmi manán ül, és nem a falad már, ha megnézed, Fanta és egy Ranger karakter le van maradva. Hát igen, hogy ez valószínűleg annak az eredménye, hogy egyrészt ugye a korai Atrox trade-nek az eredménye, hogy levitt a szintemú HP-ra. Ó, közben ez vissza fogja húzni, és talán még az életébe is fog kerülni. Úgy van, kimegy a kombó, a barrier még talán levitt egy kis damage-et, viszont Tadeusz nagyon szépen megöli egy-egyben a Corkit. Botnél láthatunk genket Kane-től, a kamera úgy dönti, hogy ő már figyelőre ebből nem lesz semmi, és nem is tudod ebből többet. Így van, kap egy pár Blue Kane-t a Kane, de hát arra amúgy sincs nem szüksége, mert rendben fog menni. Szóval nem lett ebből nagy semmi. Ja igen, forszolták a Thresh-nek a flash-ét, tehát azért mégis volt valamennyi gyümölcse annak a genkelésnek, viszont nagyon megy az adott kapok. Mind a két oldal ad is, és kap is. Midlaneren az már elég aggodalomra adhat okot, hogy a Corki ilyen rosszul áll, viszont a Hecarim nagyon szépen elvel visszalöki csokatot. Van még flash, igen, viszont Fear-re talán még vissza tud lökni, nem, pont nem tud mögé menni, ezért a Fear nem visszafelé megy, le tudják-e még lövözni? Nem. Nagyon szép volt Cho'Gath-nak a dupla felütés és utána flash, hogyha nem találja ott mind a kettejüket azzal a felütéssel, akkor valószínűleg meghal, az viszont itt is ugye jön. Márikai probléma volt. A Cho'Gath-nak meg kellett volna halnia, csak a Red Smite-ot későn nyomta rá, amikor elkezdték chase-elni. Akkor kezdve rá, amikor rögtön rámet, Big Sam az a true damage-et kap, 100%-ra meg kell szabad halni a Cho'Gath-nak. Ez egy mechanikai probléma, mechanikai hiba volt. Igen, ugye a nézők között, akik nem tudják, a Red Smite damage az csak akkor aktiválódik, hogyha utána rá is damage-elsz a célpontra. Tehát maga a smite az nem damage-el, mint a blue smite, hanem rá is kell damage-el, nem tudom, hogy spell is elég-e, vagy auto-attack kell. Mind a kettő, mindegy, csak elkezded ütözni a kéz. Igen, és akkor lehet, hogy ez volt az ára annak. Nyilván szépen is játszotta meg Mega Csupi, mert két emberes felütés után egyből fesselt, és ugye a felütés plusz az utána jövő lassítást behasználva túl tudta élni,
És ugye a csogát passzívnak köszönhetően még csak azon se kellett menni. Látható, hogy kb. Épp hogy csak túlélte kb. 100-200 HP-val, és a csogát passzívan visszahírálta magát már majdnem full HP-val. Még eközben, ha rájöttem, nem tudom, hogy talán resetelte, de az biztos, hogy mondhatni sikertelen kek. És most lehet úgy tűnik, mintha 2-2 is nem nagy a goldi, de lehet látni top jungle, hogy alakulnak, mert hogy szépen lassan skillelnek, illetve topon is. Renekton mid game-ig erős. Late game-ben haszontalan, teljes mértékben haszontalannak mondanám. Egyszerűen Korkinek segíteni kéne valahogy. Majd csak farmolni, és mondani srácok, oké, hagyjátok, ez az én lénem, megpróbálok kihúzni late game-re, a Kane próbál... Ó, és Kane közben Visionon van, Thresh nagyon szép hukkal elkapja, és gyönyörűen bemegy ultiba, de már valószínűleg ezt nem fogja túlélni. Nagyon szépen megbüntették ezt a TS-ek. Volt Vardjuk a tribusban, mert számítottak arra, hogy mivel folyamatosan be voltak pusolva, ez a tribusból jöhetnek dolgok, esetleg midrom vagy valami. Viszont látták, hogy Kane ott állt egyedül, próbál vele viszont azt a genket, és egy Thresh-ukkal nagyon szépen meg is büntetik. Alistarra betalál a hook, és nagyon szépen még cancelolja az Alistarnak a dupla V-jét is, akinek el kell ultizni, hogy a damage reduction ezt túl tudja érni. Viszont most, hogy leer az Alistar ulti, nagyon szép még egy hookkal, és flayer visszafelé, már nincs meg az ultival adódó tankossága, és Kai'Sa DPS-sel, hogyha prokolja még utolsó passzívat, úgy van, be tudja hozni magával az Alistarrát. Ez nagyon szép play volt Botfastix-től a Flash. Ottya úristen, még a Flash-re nem is volt szükség. Úgy egy az egybe, 1v2-be leburstöli Tadeusz a szegény Korkit. Ez egy alapszabály. Hát alapvetően nem lett volna hatalmas probléma, mert ugye Korkinak mind a két Summoner's feje benn maradt. És túlélhette volna, ha elfesseli a harmadik Aatrox út, vagy hogy a barrier-en esetleg lebokkolja, de úgy tűnik, hogy ő blokkolt le, nem pedig a damage, amit akart volna, és emiatt egyiket se használt el, és így az életében fájt. Igen, viszont, nagyon szép hook megint. És ezt még talán meg is tudják fordítani, úgy van, nem akar a sokáig küzdeni, mert számítottak arra, hogy már az Aatrox érkezett is lefelé, viszont ez a trash 1000 fokon ég, úgy érzem, viszont viszont a krokodil talán rosszul használja el a stunját, mert szerintem talán az Empowered stunját a csúszás használta el. Nagyon-nagyon szép flash-el dodzsolja a csogátnak a felütését, ami valószínűleg az életében került volna. Ugye nem volt veszélyben, mert a csogát... nem volt veszélyben. Nem volt ulti a csogátnak, ezért tudta, hogy nem tudja leszokkutolni. Az a utolsó felütés valószínűleg az életében került volna, de nagyon-nagyon szép flash után épp elég ideig tartja a lényen addig, hogy a hackerin ilyenkel beszélzik. Közben botnék. Jó gabételt, egy gyönyörű szép gabételt, egy pont volt majd manája rá. Ó, közben nem, megölik Thresh-t, viszont száját talán megpróbálta megfordítani, ultival rácsúszott a szájára, és talán meg tudja ölni a Kane-t, hogy kijön ultiában, nem tudta, mert nem tudott épp rákattintani, mire kijött belőle. Mert tudod, ha kijön bele, meghal. És a száj még megpróbálta ledimidzselni, és ez a pontos. Igen. Várják a következő dragont. Igen, épp mondani akartam, hogy a Thresh nagyon jól játszik, de most egy kicsit overextendeltek, ugye látható... Nem tudták, hogy az Alistar ott van a bokorban, csak azt látták, hogy szerbe kellene, akkor jó, akkor azt is megszakítjuk. Ah, meg akarták szakítani, értem. Igen, ugye, tehát ahogy említetted korábban, alakulnak a lények, igen, ugye Renekton nem olyan hosszú igénybe, ugye Kane is kapja az ingyeszeket, stb. Viszont ezek az én szememben eltörkülnek amellett, hogy mekkora hátrányban van mindenkinek a Korki. Ugye, ha megnézzük, 2-0-ban van az Aatrox, 1500 golddal vezet már egy olyan matchupban, ami elvileg early game-ben pont, hogy buknia kéne, és most mellékezett arra a pontra, amit láttuk is, hogy egész egyszerűen vissza tudja healelni a Korki damage-ét, és hogyha egy kombója betalál a Korkira, akkor azt halott. Folyamatosan forszolja a dupla V-t visszafelé, ezáltal ugye még biztonságosabban kell játszani a Korkinak a menekülés nélkül, illetve ezáltal a manája is folyamatosan fogy. Tehát ez egy egyre jobban vérző matchup, ami az valószínűleg a hackerimnek már hozzá se kéne nyúlnia, és Renektonnak épp hogy csak sikerül megállítani a bokorban a rikaloló csogátot. Nincs damage-a, viszont érkezik a hackerim, hogy jól látom van ultia, tehát ez is aztán nagyon szépen visszakodik idejét, és ezzel együtt még dodzsolja a hackerimnek a fejtését is. Viszont érkezik egy nagyon jó Alistar Roma a mobility cikluban, és a botlén is megérkezik, nem csak Alistar volt az, megfordítják a genket, és annak ellenére, hogy megölik csogátot, egész egyszerűen túl sokáig húzta a tank útban. És igen. Oda visszaadják a mérkőzést, ha megnézed a miközben 5-0 az a szája, amelyik boton kikapott. 5-0 az a szája, aki tényleg kikapott boton. Valóban, és ugye kicsit ennek az is az eredménye, hogy a killek nagy része sajnos nem jó célponton landolt a TA oldaláról, mert ugye két killt a Thresh kapott, akkor ugye ha jól tudom egy genkből talán a Hecarim is kapott egy killt, és ugye... Nem az csak ugye, hogy Kai'Sa nincs. Tehát hogy igen, és ugye ez kicsit probléma. És ez egy nagyon szép rotáció volt az RT-től,
mert talán felismerve, hogy 2v2-ben nem állnak olyan jól, annak ellenére, hogy addig a Maraxxar egész jól állt, ők azt mondták, hogy inkább segítünk a top lane matchupoknak, hogy talán az egyetlen, ami nem áll annyira jól, felrotálják magukat, és annak ellenére, hogy odaadják az első tornyot a TL-nek, ugye be tudták hozni így emiatt bot tier 1-et, viszont a rotáció miatt megfordítják azt a genket, ugye Cho'Gath elég ideig elhúzza azt az 1v2-t, és utána ők is megölik az NFL-t, és így most nekik van prioritásuk, tűnik. Heraldra is. Kritnek számítanak, igen. Közben Herald fight-ot láthatunk. Valakinek a package-e tökéletes volt, arra érkezett Vajsa. Közben két ráutazott Ekrem, de ott meg fog halni. Hook épp hogy csak nem talál rá Aatrox-ra. Viszont ezzel a jungler halállal valószínűleg ez a... Ugye amiatt, hogy Cho'Gath boton van, és nincs is TP-je, nem tud csatlakozni a csapatához, és így egész egyszerűen a létszám előny miatt a TE be fogja szedni ezt a Heraldot, viszont Renek tanácsosik a falon, és egy nagyon szép az Alistar-t is röptében kapja el a trash es, viszont ezen a meccsen ez a trash hookok gyönyörűek, nagyon jól játszik Botmastint, és egy létszám előny kialakítás miatt, annak ellenére, hogy most a bot tier 1-et is elbukták ezáltal, mert ugye Cho'Gath freefarmolt, és be is szedte azt a tornyot, nem feltétlenül mondanám azt, hogy rossz trade volt, mert egyrészt a killt is elhozták Kane-re, másrészt meg ugye Heraldot is el tudják hozni, ami valamilyen szinten az ő, ha jó használják fel, az is egy tornyot jelent, tehát gyakorlatilag egy-egy torony plusz egy kill. Tehát, hogy ha jó használják fel. Ez nagyon nagy gold van az Aatrox-on, illetve a Sen, ha megnézed. Igen, ugye Sen már 500 goldossal. Ez amit akartam mondani még, vagy amit akartam kérdezni, hogy a, esetleg... Hogy a critnek számítanak igen, az Aatrox, igen? Igen, hogy az Aatrox az egyik crit, akkor többet critel. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez most gondolkoztam volna, hogy... Szerintem nem. Nem, akkor játszanák a koreaiak, biztos ő benne. Akkor van egy olyan érzésem... Ez már rájöttek volna hamarabb. Nem is az, akkor amennyire OP manapság Karthus, nem repülték meg Infinity 1-es Karthusokon sem. Mert ugye Karthusnak a single target ugye is kritnek számít. Igen. Hát magic damage crit. Mert ugye, hogyha Karthusszal egy célpontot találsak el, akkor ugye nagyobb a damage-ját, és az magic damage crit. Ez a kritikál attack damage, úgyhogy attack damage. Ez azt nem vagyok benne biztos, hogy hogy van pontosan. De hogy az érdekes, nem megnéznek egy Infinity-t. Na, szerintem az a képességekben számozó kritek nem vonatkozik. Ugye... De a Jin! Arra például vonatkozik. Ja, az ulti negyedik nem lövése. Nem az ulti, hanem a sima negyedik lövése. És az nem csak az ultia. Hát az egy crit. Az egy crit, és arra is ja. Beadja az ulti. Hát igen, de az egy autóatak. Az csak egy empa... Az hát az alap autóatakja, az nem képesség, hanem az a... Ja, akkor Trinda. Trinda? Ő passzívból kritel. De nem, a passzívból... Az autó, a nem, de a passzívból crit chance-et kapja, kritel az átlagos. Amire én gondoltam az Anivia, mert ugye neki még magic damage crites az Elja, hogyha power, de ugye az is magic damage-es. Érdekes kérdés mindenképpen. Közben ugye midlane siege-t láthatunk az erdő csapatától. Thresh hook-kal eltalálják Xayah, talán ezzel jólátok bosszom az ultiát. Viszont úgy van, top lane-en az Aatrox-nak még van flash-e, tehát valószínűleg le fogja követni. Sőt, nem is kell flash-elnie, még anélkül is megölje az Aatrox-ot, és elnézést megtart, és még valószínűleg flash-el együtt még a Hyperion-nak is le tudja üldözni. Flash-e? Úgy van, nagyon szép. Flash Q-val, második Q-val. 1v2-ben ezt az Aatrox-ot már nem lehet megállítani. El kell venni tőle, az a baj, hogy nem tudom, hogy... Előbb is a Aatrox mit volt, ha jól emlékszem? Igen, előző szóval, nagyon meta, vagy nagyon ilyen metának számít a... Közben a botlénen kapják el a Cho'Gathot, és annak kellene, hogy HP-ja nagyon sok van, rezisztjei nincsenek nagyon sokat, illetve hogy a Kai'Sa passzívval azért szépen le tudják TPS-elni, és sokadik szép tesszük után megtörtönni, csak az a probléma, hogy amiatt, hogy olyan sok pressure-t felszabadított az Aatrox ezzel a double kill-el, egyrészt toppon is behozza a tier 2-es tornyot, másrészt átrotálva a midre, közben a botlane pusolás által, még a mid tier 2-t is behozzák, és annak ellenére, hogy szegény Alistar az életével fizet, szerintem megtudhat, hogy összerakja a két kezét ezért a trade-ért, mert behoztak két tier 2-es tornyot, és még így egy double kill is az Aatrox. Igen, és ugye közben láthattuk, hogy Kane solo killelte a sárkányt, ugye csak egy jó Drake már Infernal leszámítva van, mindegy idő van egy-egy, illetve ugye már, ha jól látom, meg is van a Red Fordja a Kane-nek, igen. Ugye a skineknél mindig összezavarodok kicsit, hogy akkor ez most mi is pontosan, de láttam, hogy most a W-nél volt felütés, tehát hogy ez most igenis a teamfightolós, sustainezős Red Kane, úgyhogy most már... Majdnem megszakította. Ő is vissza fogja rántani ez a ránc, viszont... Jó, hogy meg akarta szakítani a Heraldot!
mert ó, igen, lerakta Hecarim a Heraldot, viszont amiatt, hogy ilyen hamar idejött az Elte, még csak a torony, nem csak a fél HP-ját tudják elhozni, tehát még csak torony előnyi sem, tehát nem torony előnyi, hanem torony nyársa tudják konvertálni ezt a Heraldot, úgyhogy gyakorlatilag minden fronton kezdi átvenni a vezetést az Elte, és annak ellenére, hogy még talán a top lane-jük volt, ami nagyjából egálba állt, egy tank, aki így áll, és a csapat ennyire mögötte van, sokkal hasznosabb egy mid-game vagy egy late-game teampajban, mint tényleg. Hát azt szép lassan followolni fog. Illetve, hogy ha megnézed, Kajsz lassan veszkélelődik a manamunája. Igen, a Kajsz az egyetlen, aki még hát mondhatni csak 1000 goldos hátrányban van, és ahogy mondod, a manamunája veszkélel, akkor talán még csinál valamit. Viszont Aatrox-nal láthatni, hogy egy spell rotációja az Hecarimnak a két-három hátrányban. Nem, ez egy kicsit egyszerűen kivédnek. Én azt érzem, hogy ez a teamfight, ez igen, és ugye az nagyon rossz még a TE oldaláról, hogy az Ignite-okat leszámítva még nincs eszközük a healing reduction-ben. És ahogy említettük korábban... Vettek egy izét, egy exekutusára van a Corkin. A Corkin... Ja, valóban, tényleg nem, igazad van. Ugye a Corkin van, viszont az nem biztos, hogy elég, mert Corkin nem jut mindenkihez hozzá, és nagyon sok healing van az ELT oldalán. Ott van a Cho'Gath passzív, a Red Kane minden képessége, az Aatrox passzív és minden, és ugye lassan nem tudom, Death Dance-et épít harmadik itemnek. Tehát lesz ott bőven healingjük, és hogyha ezt nem tudják redukálni, akkor ahogy mondod, nem lesz egész egyszerűen damage-ük. És annak ellenére, hogy igen, hogy dupla ADC-ük van, nem vagyok benne biztos, hogy még a healingen keresztül meg tudják kerülni ezeket a plusz célpontokat. Az nem, biztos, hogy most megvan mind a két Trinity Force az ellen a TL-nek, illetve nem sokára feszteklődik a Manamuna, tehát talán ez lehet még az a Power Spike-ük, amikor csináltak valamit. Mert Renekton még nem fall-off volt annyira late game-be, Trinity Force-os Power Spike jungle-en is mindenen, és most meg is stack-ölt a Muramana, tehát most van az a pontja a TL-nek, amikor muszáj csinálniuk valamit. Cho'Gath nagyon szép flash-sel dodge-ja a Hecarim ultit, és az a baj, hogy ezt a valószínűleg nem fogja tudni utolérni, és mindeközben pedig Aatrox feltakarítja az ellenfél csapatát, és Kai'Sa-t, aki még talán az egyetlen erős tagjuk volt TNS csapatának, és közben... Hát a ketten szólozták, az egy oxymoron önellentmondás, mert ketten nem tud szólozni valamit, de igen, tehát két emberként be is szedted. Mindeközben, hogy Cho'Gath lefoglalt két embert és kiszedte a Hecarim ultit, közben midlénen megölték még a legerősebb emberét a Kai'Sa-t, és még eközben a jungle és az ADC még a Baront is beszedte, tehát nem tudta érvényesíteni a TE ezt az egyetlen power spike-et, ami talán még most lett volna az itemek miatt, és hát van egy olyan érzésem, hogy ez most már kezd egy megállíthatatlan képezeti alakulni az ELTE oldaláról. Addig is a megnézés, semmit tudnak csinálni, hogy ötten felkínálnak 1-3-1, ez mert Cho'Gathot nem tudják tartani, a Rektomas már nem tudja megállítani, azt mondom, hogy simán csak elfarmolgatnak, kicsit trédelgetnek, illetve Aatroxot főleg kérdezik, nem tud senki megállítani. Őt láthattuk, hogy már 1v2-be se tudja megállítani. De ez a fejezés vége. Hát nagy érzésem, hogy talán most is végre, akár még le lehet bursteni, mert még nincs Guardian Angel, és nem szerez visszatet, akkor meg tudám halni, és meg is hal. Ugye nagyon jó volt a Hecarim Ignite, ezáltal kicsit még a healingjét is félbevágva, ugye még nem volt Death Dance, az még kis van bőven healingje, és ezért Shadowlight ott, és ahogy mondod, 1000 goldos volt a Shadowlight? 1000 goldos, az a Hecarim kapta a killt, ha jól látom, tehát alapvetően... Hát igen, ugye Kai'Sa-n talán jobban lett volna, aki ha jól látom, igazam volt, és kezdi kicsit diversifikálni a damage portfólióját, ha fogalmazhatok így, és átvét is elkezd buildelni, de hát korvizos vagyok, közgázoló beszélek, nem magyarul. Szóval a lényeg az, hogy kezd AP-sabban is buildelni, hogy ne legyenek annyira fizikál damage heavy-ek, és ennek az Aatrox shutdown-nak a hátán még a mid-tier-egyet is be tudták hozni, és így visszakarmolni magukat egy ilyen 3500 voltos hátrányba, de Baron buffja még ugyanúgy van az LT-nek, látszik is... Sokára. Következő Dragon nem sokára, ugye láttatok is, hogy Földsárkány, hát tornyokhoz jó, következő Baronhoz szintén jó, tehát ugye, és láttatok is, hogy botlénen, hogy Cho'Gath már 1v1-ben simán megegye a helyét Rengon ellen, ugye érkezik már a sokadik gang Hecarimtól, és most már van egy Thresh-ük is, aki betalog, és most már valószínűleg meg fogják tudni ölni, meg bemegy a szerzés, igen, hát ugye kiment az ultia, tehát azért volt ennyi burst-i, amíg ez kilőlődik a bónusz HP-jából is, viszont mindeközben, hogy lefoglalta őket, mindig elhoz valamit cserébe az Elte, legalább egy valamit, és most egy nagy sárkány volt. A Szabi szépen vissza neki tette, azt mondja, nem, ez az én vardom, ez a 10 gold az enyém, és megpróbáltam vissza megállítani a Lapin Korkinak a rikaját abban a pokorban.
szállított még egy-két tovart, ez be tudnám ezt szállítani. Hát igen, csak most ugye ember hátrányban vannak, és talán azért nem mernek túl agresszívan forszolni ezt az előnyt, viszont az biztos, hogy a Vision-t azt már teljesen átvették a jungle-be, ha megnézzük, már jó mélyen van. Topside-on is a rednél, viszont botside-on végképp már ugye két pinkkel, illetve több sima vardal is már teljesen átvették ezt a térképnek ezt a felét, ahova a TN-nek semmi valószínűleg teljes sötétséget láttak már csak itt. Úgyhogy igen, hát gyakorlatilag az LT-nek nincs semmi sietni valója se, mert ó, szegény Thresh, ugye nyilván valakinek, ahogy említettük az előzőnek, hogy valakinek vardolnia kell, és nyilván ez sokszor az a supportnak az életébe kerül. Hát ez a support élet, ez benne van. Ami volt, ha megnézed, volt, bocsánat, kék trinkete a korkinek, és nem használta. Igen, de azt érdemesebb, fontosabb célpontokra annyitak tudod, hogyha baront akarsz csekkolni, vagy elder. Semmi nincs. Igen, ugye ezért is akartam mondani, hogy nem feltétlenül baj, hogy meghalt a Vesemény is nagy objektívet elveszítenek, hisz egészen akkor előnyben van a T-je, az ELTE elnézést, és ugye akkora frontline van a csogás személybe, hogy egész egyszerűen nekisítanak ennek a mindig toronynak, veszedik a tornyot is, és az inhibet is, és most, hogy ugye ott van, hát nem teljesen előkészítve, de nem messze az a botlane wave is, azt befussolva valószínűleg kiszemezik maguknak ezt a botlane inhib tornyot is. Xayah-t lefél HP-zták, mert ő bekapott egy kis burst-t. Towert, meg azt hiszem egy Kai'Sa W-t is kapott, aki így, hogy ugye hibrid buildet épít, azért van. Ugye, igen, hát igen, meg ugye igen, hogy AP-skill ugye van a W-nek. Láthatunk egy Thresh-től, hogy dodzsolja azt az Alistar kombót, és emiatt meg is hal a Cho'Gath, aki kicsit mélyre ment, és ez egész egyszerűen akkora előnye van az LT-nek, hogy még így inhib tornyot is dive-olva, megölik 2v2-t, azután pedig Kai'Sa-t is megölik, ahogy érkezett az Alistar a Thresh kombóval, és utána így, hogy megérkezett a Xayah is az Atlox-szal karöltve, befejezik az egész csapatot, mindeközben Hecarim szikusott topon, és beszerett egy tornyot, igen, de ennek valószínűleg a bot inhib torony, inhib és talán még a bázis is az ára lesz. Nem mit, hogy... Két mountain az könnyen bántalik a bot. Igen, ugye két mountain, szuper minionok két lénen, Hecarimnak el kell használni az útit defenzíven, és ez még rímelt is, hogy igaz. Szóval az első meccset nagyjából kiegyenített kezdés után... Az Atheos túlságosan is fel kell menni a körtözni, azt igen, maga biztosan az ELTE maga mögé utasítja a testnevelési egyetem játékosait, és a Best of 2-er első mérkőzésen diadalmasan jönnek ki. Viszont amiatt, hogy az első meccset ennyire későn kezdtük meg, nagyon-nagyon rövid szünetet fogunk tartani, és pár, egy-két perc múlva, pár perc múlva folytatjuk, és a következő meccsen nem menjetek messzire.